Én nem minősítem, majd eldöntik önök, hogy miért van így, miért éljük mi a kis életünket így, hogy egy kitüntetésen is tudunk hetekig vitatkozni. Ráadásul úgy, hogy mindenki azt mondja, hogy ha valaki, akkor Kertész Imre megérdemli azt, hogy kitüntessék. Aztán valami egész másról meg mégis elkezd vitatkozni a közélet egy része. Tegnap volt vendégem Schmidt Mária, aki azt mondta, hogy egyszerűen nem is érti, hogy miért kell erről vitatkozni, és egyáltalán miért alakult ki egy ilyen vita. Mert ha valaki, akkor tényleg Kertész Imre a munkájával megérdemli a kitüntetést. Ungvári Tamás a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Köszönöm a meghívást. Remélem van mondani való, hogy mi nem, eddig nem mondtak el Kertész Imre kitüntetéséről. Hát megpróbáljuk. Induljunk ki onnan, hogy kell erről egyáltalán vitatkozni? Vitatkozni mindenről lehet. Lehet, de természetesen. Kell. Miért ne lehetne? Az embereket váratlanul érte Kertész Imre kitüntetése, holott minden együtt van 85 esztendő, augusztus 20-a, holokausz év, tehát, de azért váratlanul érte egy az embereket. Egy kis Nobel-díj. A Nobel-díj ez kicsit korábban volt, hát, de itt van. De váratlanul érte az embereket, nem számítottak arra, hogy ilyen korrekt, ilyen kiváló dolog jutott eszibe egy kormányzatnak, amelyik nem teljesen azt teljesített a holokauszt évben, amit elvártak tőle azok, akik például áldozatok. Na most, hogy van-e ezzel vitatkozva, nincs, azt nem tudom, de egy biztos, hogy Kertész Imre műve ettől a vitától is közelebb fog kerülni az emberekhez. És meg fogják érteni, mi történik itt most, például ennek a kitüntetésnél. Ezt a Kertész Imrét, vagy nevezzük úgy Köves Gyurit, ahogy a regényében, a Sorstalanságban van, ezt elfogták és elvitték Buchenwaldba. És ott megalázták, megtiporták, és teljes véletlenségből élte túl, és a regény erről a véletlenről szól. Na most Kertész Imre visszajött, és ezt is leírja a regény. És a visszajött, körülnéz a nyugati pályadban, és akkor elmegy a régi lakásba, és megmondják neki, hogy az apja meghalt. És akkor föl kell nőnie egy teljesen idegen világban, elfelejtjük azt, hogy visszajött. Hová jött vissza Kertész Imre? Nem csak egy Magyarországra és egy háború sújtotta helyre, ahonnan elvitték, hanem visszajött például abban a nyelvbe, aminek a legnagyobb mestere volt. Aki azt kérdezi, hogy Kertész Imre magyar író, vagy Imre Kertész, az olvass el a műveit, meg fel látni, hogy a legkristályosabb fogalmi magyar nyelven ír Kertész Imre. Hogy magyar? Hát a magyar irodalom az a magyar nyelvből nőtt ki. Ne is vitatkozzunk ezen. Szóval én abban reménykedem, hogy egy szerintem jó ötlet, hogy őt kitüntetik. Méltó ötlet, úgy kell nézni, hogy valaki visszajön rettetes körülmények között. És a visszajöveteltől egy ilyen parúszia, megváltás történet, hogy végül abban a parlamentben van, amelynek a rendeletei nyomán őt elvitték. Tehát szép történet szerintem. Hát igen, az is lehetne, hogyha nem így élnénk a kis életünket, mint ahogy már fogalmaztam. Itt most a vita nem arról szólt, hogy Kertész Imre vagy Köves Gyuri, és hova jött vissza, és mi lett az édesapjával, és milyen nyelven ír, hanem az ön által így már belecsempészett névcsere, az már sokkal korábban elindult Magyarországon, és elkezdődött. Tehát Kertész Imrét jobb oldalon előszeretettel Imre kertészezték le, bármikor, bármilyen szintéren, amikor azt akarták tudatni, hogy ő nem egy magyar, hanem egy zsidó író. Mert ez volt az igazság, és ez volt a kijelentéseknek a lényege. Ilyen előzmények után persze, hogy az ember felkapja a fejét, hogy akik eddig bármi szót emelhettek volna ez ellen, hogy nem kellene ezt talán Kertész Imrével és senkivel embertársunkkal, azok nem emeltek szót. És most hirtelenjében olyan sokan meg elkezdték megszeretni Kertész Imrét és annak munkásságát. Tehát itt van egy ilyen óriási ellentmondás a történetben. Nem biztos, hogy ez teljesen így volt, mert itt például Schmidt Mária azt mondja, hogy a balliberálisok sose fogadták el Kertész, és sincs benne a kánonba. Ehhez képest Heller Ágnes 4 hatalmas tanulmányt írt Kertészről. Ehhez képest Vári György egy önálló könyvet írt Kertészről, még akkor is, ha közben nagy viták voltak. A múlt és jövőben Kőbányai János szerkesztésben megjelent egy Kertész recepció történet. Fél tonnára tehető a balliberálisoknak az az igyekezete, hogy Kertész Imre bele legyen az úgynevezett kánonba. Nagyon nehéz ezzel vitatkozni, mert hiszen Kertész Imre vezeti a kánon. Még egyet akarok mondani. A holokauszt túlélő irodalom
az egy tragikus irodalom, és azért kellene Kertészt még jobban megbecsülni, mert a nagy holokasztot író emberek egy nagy része, de többsége öngyilkos lett. Paul Celan, akit Szigetről vittek, Máramaros Szigetről vittek el, és aki eredetileg háromnyelvű magyar, nem tudom mi volt, ez az ember öngyilkos lett, mert nem bírta földolgozni az élményeit. Tadeusz Borowski, a lengyel nagy író, öngyilkos lett, mert nem bírta elviselni Auschwitz emlékét. Nem akarom magamat berekevő, mondhatnék még számos példát, Primo Lévivel bezárólag, de én is, mint holokauszt túlélő és Kertész Imre kortársa, nyugodtan merem magának mondani, hogy én például az alváskészségemet elvesztettem akkor, amikor leúnyom a szememet és égő házakból menekülök. Mindenkit megviselt ez, és az a nagy dolog, hogyha tudomásul vesszük, hogy Kertész Imre a legnagyobb a magyar írók egyike, aki történetesen zsidó, de mit mond a zsidóságról Kertész? Nem vagyok archaikus zsidó, tehát nem vagyok pajeszes, nem vagyok ortodox, nem vagyok vallásos zsidó, de amikor Auschwitzba elvisznek, zsidó vagyok. És a zsidóságnak ez a speciális azonosítása Kertész Imréről az, hogy az áldozatiság az annyit jelent, hogy hozzáférek ahhoz a világállapothoz, amit Kertész túlélt. Ennek a jelentős, Kertész jelentőségét, az egésznek a földolgozását, amikor ő a holokauszt, mint kultúra című nagy eszét felolvasta mindent a világon. Ezzel lehet vitatkozni. Hát a Kertész óriási szívességet tesz a magyar nyelvnek, a magyar zsidóságnak, a magyar embereknek, hogy nem csak hogy elfogadja a díjat, hanem büszkén bemegy abba a parlamentbe, ahol az ő ellene ismétlen, ő ellene való rendeleteket hozták. Ez örömünnep. A Kertész idézi valahol Duchamp képzőművésznek a mondása, nincs megoldás ott, ahol nincs kérdés. Az nem kérdés, hogy a Kertész Imre a legnagyobbak közül való, és még egy jó hírem van. A legnagyobbak közül való Füst Milán, aki Fürsz Milán néven született, Szép Ernő, aki Sőn Ernő néven született, Magyarországon, aki el tudja választani, ki hogyan született, akár Herceg Ferenc a sváb, akár XY a zsidó, az nem tudja, hogy a magyar nyelv és a magyar történelem miről szól. Ez egy beolvasztó erő volt Közép-Európában. Szóval beolvasztó erőt Kertész remekül kifejezte, akkor is, amikor perel azzal a várossal, amit ő valamikor Berlinből nézve koszosnak látott, azzal a várossal, amely megfosztotta egy másik Kertész Ákost a díszpolgári címtől, szerintem jogtalan, azokkal, akik a Kertész Ákos megfosztását javasolták, azok vannak most kint a parlament előtt és tiltakoznak a Jobbik nevében a Kertész kitüntetés ellen. Disgusting, mondja az angol. Egyáltalán hogy jutottunk, hogy Kertész Imre mivel érdemelte azt ki, talán a Nobel-díjával, hogy a vita az nem arról szól, hogy most a holokauszt irodalom, ő hogy írta, mint írta, miért így írta, nyelvisége, hanem hogy most a ballib tábor őt befogadta, vagy az övének tekinti-e, vagy most a jobbosok őt nem szeretik, vagy most akkor mégiscsak szeretik, vagy Kertész Imre megsértődött ránk. Hát, miért az ő személyet, vagy mivel érdemelte ki, hogy ő neki most már hát az elmúlt... A nagysággal. 5-6 évben nem az irodalmáról, nem a műveiről beszélünk, hanem arról, hogy kinek az Kertész Imréje. Ne. Tehát ez kit kigerjesztett? Az ilyen emberek, akik Imre Kertésznek nevezik, nem akarok a nevére emlékezni. De még valamit azért el akarok mondani. A Kertész Imre egy nagyon mély gondolkodó, aki folyton önmagával is vitatkozik. Ha valaki elolvassa a valaki mást, vagy valaki a Gája naplót, vagy elolvassa a K-ról szóló interjúkötet, az tudja, hogy ő az identitását folytosan megváltoztatja, ahogy ő mondja, az én azonosságomat átköltöm a műveim és a regényem, és még egyet. Kertész Imre hosszú berlini tartózkodás után, amiben sok szamárságot is kellett, hogy mondjon, mert az élet olyan, itt van Magyarországon, 85 év lehet, hogy nagy teher, nem mindenkinek talán, de egy nagy méltósággal rendelkező, világhírű ember, az egyetlen magyar irodalmi Nobel-díjas. Ezen mindenki persze, hogy fönnakad, mert szerették volna, hogy a Nobel-díjat kapja az XY, az E és valaki más, tőzsgyökeres, nem tudom, aki az Alföldről, vagy nem tudom én, de ezek a kérdések maguk, ahogy Duchamp idézetben mondtam,
azért nincs rájuk megoldás, mert ezek nem kérdések. Van egy egységes magyar irodalom, de nincs ballip, ja, különben zárója, hát nincs ballip tábor. Hát a Heller Ági ezt gondolja, én azt gondolom, XYZ azt gondolja, Konrád és Spiro és stb. Ezek önálló jelentős egyéniségek. Azért nincsenek táborban, mert önálló egyéniségek saját gondolataik vannak. De akkor ez a kérdésfelvetés egyetem miért? És akkor a ballip tábornak jó-e Kertészi, vagy nem jó? Tehát ez a mi? Ballip tábor 40-szer elmondta, hogy Kertész Imre nagyon jó, ha van ballip tábor, de nincs ballip tábor. Itt van csomó nagyszerű életmű, és a csomó nagyszerű életmű egyes képviselői úgy gondolják, hogy Kertész Imre egy vezető fáros, egy láng előttük, hogy így lehet túlélni, így lehet méltósággal megöregedni, így lehet feldolgozni egy olyan metafizikai kérdést, mint a holokauszt, különben a szót Kertész utálja és joggal utálja, mert nem arról van szó. Itt van előttünk valaki, aki provokál persze, mert gondolkodik 85 éves korára is. A végigolvassuk az ő filozófiai töredékeit, hát megrendül az ember attól, milyen mélységekig jut el. Nagyon nehéz az ilyen emberekkel együtt élni, ez igaz. Hát most pillanatnyilag az együttélés milyen szinten gondolta, hogy... Hát én például naponta olvasom Kertész Imrét, és nehezen alszom el utána, mert fölzaklat, megrendít. Így együtt élni. Azt hittem, hogy társadalmi szinten nehéz együtt élni és elfogadni azt, hogy van így gondolkodó, úgy gondolkodó, ezt átélő, amazt átélő, tapasztalatait átadó ember, mert nem kéne, hogy nehéz legyen. De most az jutott eszembe, hogy 5 évvel ezelőtt indult el az a vita, hogy Kertész Imre sértett. Egyáltalán mi az, hogy sértett? Tehát, hogy valaki azt mondja, hogy én Berlinben érzem most már otthon magam, mert nem tudom, tehát nekem Berlinből nézve Budapest koszos, tehát nem érzem azt a nagy magyarságot, amit elvárnak tőlem. Ugye itt aztán elindult, vagy elszabadultak az indulatok. Kritikus elme. És akkor elkezdtünk azon vitatkozni, hogy megsértődött-e rá. Amiben az Új Színházat önkényesen átadják Csurka Istvánnak, azt lehet szeretni? Nem lehet szeretni. A különböző önkényes kitolások városát nem nagyon lehet szeretni, és ha valaki ezt elmondja, akkor jogosan mondja el. Kertész Imrét elfelejtették aztán még díszpolgára avatni, holott a másik kertésztől elvették, és akkor mindig mindenki azt mondja, hogy a díszpolgárt, hiszen Sztálin is díszpolgár volt, micsoda szamárság. Sztálin az nem én vagyok, én utána jövök, most én kapom a díszpolgárt, én megkaptam, úgyhogy nem panaszképpen mondom. Nem értik az emberek azt, hogy folytonosan konfliktusokat gerjeszteni értelmetlen, főként szellemi kérdésekben. Próbáljon valaki jobbat írni, mint Kertész Imre, de minden esetre a irodalom nem abból áll, hogy meghalt nyilas írók hanvait cipeljük keresztül Európán, és visszük Erdélybe. Na most akkor be lehet választani a Vas Albert és Kertész Imre életműve között, különben Vas Albert is öngyilkos, mert ő meg a másik oldalon nem bírt elviselni, hogy mit csinált, vagy mit nem csinált. Békének kell lennie abban, hogy ha az embereket például egy Kertész Imrét kitüntetik, akkor ne keressünk hátsó szándékot, különben politikában a szándék mindig hátsó szándék. Azon gondolkodni, hogy föl fogják használni a Kertész Imre kitüntetése valamelyet, persze, hogy föl fogják használni. Miért ne használnak föl? Ja, de ugye ez így természetes, hogy a politika meg felhasználja saját maga céljaira, valaminek az igazolására, vagy pont valaminek a cáfolataként az ő kitüntetését? Hát megpróbálják meg. És akkor mi jövünk, hát én is azt mondjuk, hogy ez már megtörtént a próbálkozás. Eddig még nem használták föl semmire, de próbálják meg, akkor majd jövünk mi, vagy XYZ, vagy én, vagy te, vagy ő, és azt mondjuk, hogy ez nem volt méltó. De ne használjátok ki. Ne. A felhasználás most úgy értem, hogy maga a tény, hogy ez a kormány, amely kormány például a holokauszt 70. emlékévében szinte az összes érintett szervezettel, amellyel együtt kellett volna dolgoznia a megemlékezés évében, összeveszett, összevitatkozott, majd mindjárt erről beszélgetünk Hegyler Andrással. Szóval az a kormány, itt most a kihasználást így értem, mert ezt a vádat, vagy ezt a
a kritikát már megkapta a kormány, most azért tünteti ki Kertész Imrét, hogy saját magát legalizálja, és azt mondja, hogy hát nem akarunk mi minden zsidó szervezettel és mindenkivel összeveszni, a 70. emléket, mi a Kertész Imrét is kitüntetjük. De az Kertész Imre nem egy zsidó szervezet. Kertész Imre tudom, nem egy zsidó csak szervezet. Akkor a félvilággal nem akarunk összeveszni, lám a Kertész Imrét is kitüntetjük. De hát ez természetes. De ide figyelj, Olga, nem érdekel az, hogy esetleg hátsó szándék van. Én azt a tényt önmagába akarom szemlélni, hogy egy örömünnepnek nézek elébe holnap, amikor a magyar irodalom egyik csillagát kitüntetik abban az országban, ahol egyszer elűzték, sőt kétszer üzték el, sőt ötször üzték el. Ennek nem kell a következményeit kikövetkeztetnem, mert nem lehet. Jó, fognak rá hivatkozni, hogy igen, Kertész Imre, és akkor mi történik? Attól még az emlékezett politika nem fog teljesen helyreállni, attól még Szakály Sándor elmondta Kamenyec Podolszkijról, hogy mit gondol, hogy az csak egy adminisztratív dolog volt, attól még a Sorsok házának, ami már a címét is kétséggel fogadom, attól még nem tudjuk a forgatókönyvét, fogalmunk nincs, hogy mire jó, mikor ott van, vagy ott lenne a Schmidt Mária által kigúnyolt Páva utca, hogy lehet, még itt, Pávának. Még neve sincs, de hogy nem úgy hívják, hogy holokauszt kutató központ, vagy nem tudom micsoda, de azért az van, vagy lenne, ha engednék, vagy lenne, hogyha nem verték volna szét. Ezek a harcok, vagy szellemi küzdelmek, ezek muszáj, hogy végbe menjenek, és akkor lesz csak tisztázás. Vitatkozzanak Kertész Imréről, vitatkozzanak a Sorsok házáról, vitatkozzanak mindenről, és nem, azt se tudom pontosan, hogyha a miniszterelnökség tárgyalni akar a zsidó szervezetekkel, akkor tárgyalni fogunk. Ott van a tárgyalás, ide leteszik az asztal, hogy miről akarnak tárgyalni, és fognak tárgyalni, elég okos fiúk mind a két oldalon. Na azt ne folytassam, mert akkor nem tudok mit kérdezni Heizler Andrástól. Köszönöm szépen, hogy itt vagy.